És most jó hétvégét, jó reggelt a sztárokkal, jól indul a reggel. Sztársáv a Juventuson. Annyi jó zene és a legfrissebb sztárhírek. A Juventus Rádióban ez a Sztársáv, 9 óra múlt. Szulák Andrea rettenetesen elfoglalt, színház, tévé, forgatások, fellépések, tényleg 10 felé rohan egyszerre. Vajon hogyan jut egyáltalán ideje mindezek mellett kislányára, a 3 éves Rozinára és a párjára? Sándor András kollégám kérdezi őt erről. Pici kulisszatitkot elárulhatok a hallgatóknak, nagyon nehezen jött össze ez a beszélgetés, mert általában te nagyon szívesen jössz mindig hozzánk ide a Juventusba, de most valami miatt nagyon-nagyon nehezen ment, mert rengeteg a dolgod. És rohansz egész, tehát látom azt, hogy ide is éppen beestél, aztán rohansz majd tovább, mert előadásod van. Hogy bírod? Figyelj, tök jól. A rohanásnak van egy 3 éves oka. A 3 éves az jelenleg otthon alszik, és amíg ő el nem alszik, addig én nem teszem ki a lábam otthonról. Tudod? De soha? Egy nap sem? Nagyon ritkán. Tehát igyekszem az összes programomat, színházi próbákat, tévéfelvételeket, rádióinterjúkat és minden egyebet ahhoz igazítani, hogy ő megebédel és elaltatom. És amikor elalszik, akkor van időm egy tusolásra, smink, és akkor intézem az életet. Ez a délutáni alvás, hogy értsük, ugye? Igen, igen, ez ebéd utáni. És amikor ő fölébred, akkor ki van akkor vele? Ott van most az édesapja, illetve ott van az egyik legjobb barátnőm, akit ő imád, és ilyen pót nagymamának tekinti, de általában az apukája van olyan, az apja délelőtt jár el dolgozni, délelőtt csinálja az ő hivatalos ügyét, és akkor délután, hogyha én dolgozom, vagy elfoglaltságjaim vannak, akkor cserélünk, mint a fecskék. Ezt megszokta egyébként? Abszolút. A kislányatok? Nagyon jól el van vele, persze. Amikor legelőször fölébred délután is nem voltál otthon, akkor kérdezte apukájától, hogy hol van? Vagy előtte elmesélted, vagy elmondtátok neki, hogy anya dolgozik? Én mindig mindent meg szoktam vele beszélni, nem akarom, hogy megijedjen, vagy hogy féljen, vagy hogy szorongjon. Ettől függetlenül van, hogy szorong, meg fél, ami nyilván a fejlődésével természetesen együtt jár, de mindig elmondom neki. Meg szokta kérdezni, hogy amikor fölébredek, itt leszel? És akkor szoktam neki mondani, hogy nem. Jó. Volt idő, amikor rettenetesen sokat sírtam, mert mondta, hogy nem menj dolgozni, de hát akkor is menni kellett, muszáj volt, és most már azt mondja, okay, csá. Ezek nagyon nagy belső harcok egyébként? Nagyon, nagyon. De a színházi kolléganőimmel beszélgettünk arról, hogy mindenkit megkérdezek, hogy és te hogy bírod? És mindenki kőkemény. Nem nagyon van ebben az országban szerintem sok olyan ember, aki megengedheti magának azt, hogy ne dolgozzon. Nem tudom, hogy hiba-e, meg hogy meddig tudjuk ezt az állapotot fönntartani, de a párom kezdettől fogva hevesen tiltakozott az ellen, hogy nekünk legyen babysitterünk, mert azt mondta, hogy mi vagyunk a szülei, nekünk kell fölnevelni, és ne idegen vegyen ebben részt. Egyik oldalról ebben teljesen igaza van, de a másik oldalról, hogy mondjam, előbb-utóbb meg kell szokni a gyerekemnek azt is, hogy nem csak mi ketten létezünk a földön a számára. De hát ez nyilván majd ősszel, amikor óvodában még meg fog oldódni. Bölcsibe nem jár? Nem adtam ki a kezem közül. Tehát arról te nem akartál hallani? Egyikünk sem, fel sem merült. Nem. Hát figyelj, ezeket az időket senki és semmi nem hozza vissza. Az, hogy el tudok vele élni, tehát el tudom úgy altatni, hogy odabújok mellé, és együtt szuszogunk, nekem ez eddig nem volt, és valószínűleg nem is lesz. Tehát én ezt nem adnám ki egy pillanatért sem. Mikor szokott elaludni? 2-kor? A 2-től, aha. Téged 2 órakor nincs az a munka, ami el tudna rabolni otthonról? Nem igazán. És ráadásul nem minden nap, azért azt szögezzük le, mert színházban sem minden áldott este játszom, tévéfelvételem sem minden áldott nap van, és még így is, hogy azokon a napokon, amikor dolog van, akkor a kőkeményen. Tehát én nálam például a színházi próbák azok 2-ig tartanak. Tehát én 2:00-kor már kint voltam a Mozsár utcán, az Operettszínház háta mögött. És mennyi idő alatt értél haza? Hát azért észnél vagyok én. Ilyenkor egy 1/2 óra alatt otthon vagyok, és volt, hogy még nem aludt el, és akkor összebújtunk, és akkor úgy altattam el. Innen folytatjuk. És hát rákérdezünk majd, hogy mi az a képesség, ami miatt Andreának ilyen nagy a teherbírása. Sőt, hát akkor már azt is kiderítjük, hogy vajon valóban az anyagiak miatt térte vissza dolgozni Szulák Andrea. Tartson a Sztársával itt a Juventuson. Folytatódik a Sztársáv. Ma picit hűvösebb, borongósabb időnk lesz, sőt délután az eső is eleredhet majd 9:50 múlt. Vendégünk itt a Sztársávban Szulák Andrea, aki kedvesével Gyarmati Gáborral 2004-ben találkozott, és azóta is boldog párt alkotnak. De vajon kiviseli otthon a nadrágot, kivállal több terhet? Ez is kiderül most a beszélgetésből. A kérdező továbbra is Sándor András. Kaptál itt ugye tőlünk kávét, illetve vizet, és azt mondtad az előbb, hogy micsoda kényeztetés ez téged. Ki kényeztet egyébként még rajtunk kívül otthon, mondjuk? A
hát ott van a párom. De kényezted ennyi év után is? Bizonyos dolgokban igen. Nagyon érdekes, nagyon gondoskodó, meg bizonyos dolgokban zavarva ejtően figyelmes. És mégis ennek ellenére van egy csomó dolog, amiben azt gondolom, hogy ő mégiscsak egy férfi. Tehát bizonyos dolgokban én sokkal figyelmesebb, meg szerte ágazóbb figyelmű vagyok. Tehát én egyszerre tudok 47 dologgal is koncentrálni. Ő pedig nem. Ő annyira nem. Ő mindig állítja, hogy de, ő sokkal jobban tud figyelni egyszerre háromfele. Lehet, hogy tud figyelni, csak éppen teljesíteni nem tud egyszerre hármat. Még miközben én mosok, meg főzök, meg gyereket terelgetek, azért megy tovább az élet. Azt szokták mondani, hogy mindenkinek vannak férfias, meg nőies tulajdonságai. Ha most azt nézzük, hogy neked mi a legférfiasabb tulajdonság, hiszen a párodnak mi lehet a legnőiesebb? Hát az ő legnőiesebb tulajdonsága az, hogy annyira imádja a gyerekét, és annyira fontos neki az, hogy a gyerek tökéletes harmóniában éljen, hogy ez inkább az asszonyokra jellemző, gondolom én. Minden körülményt kizáróan való imádás. Ti szoktatok arról beszélgetni, hogy ki szereti jobban a gyereketeket? Előkerült ez valaha? Nem, ez nem kérdés. Én. Nem igaz. Csodálatos apa. Tehát egyszerűen nagyon szerencsés vagyok e tekintetben. Az egy más kérdés, hogy az én legférfiasabb tulajdonságom pedig a munkabírás. Tehát én valóban a helyzetekből adódóan szerintem pontosan háromszor annyit dolgozom, mint amennyit kéne. Miért kell háromszor annyit dolgoznod, mint egy átlag nőnek, vagy akár egy férfinek? Mert bírom. Mert nem veszem észre, hogy már ez sok. Meg tudod, az a baj ezzel az egésszel, hogy ezt nem mi szabjuk meg. Tehát akkor, amikor én elvállaltam mondjuk a Story TV-n a műsorvezetést, akkor még nem tudtam, hogy majd lesz egy olyan színházi előadás, amiben igényt tartanak a szolgálataimra. Vagy fordítva, hogy amikor igent mondtam a Rebekának az egyik szerepére az Operett Színházban, akkor még távolról sem tudtam, hogy nekem lesz a Story TV-nél szerződésem. És van, amikor ezek a dolgok egymásra csúsznak, és az nagyon megnyom, és akkor nem tudtok vele időpontot egyeztetni a Juventus interjúra. Annélkül, hogy a zsebedben turkáig nem engedhettétek, vagy nem engedhetted volna meg magadnak, hogy nem menj visszadolgozni? Nem. Volt semmi olyan tartalékunk, meg olyan anyagi bázisunk, meg bankszámlánk, nem tudom micsodánk, amire kényelmesen hátra lehetett volna dőlni. Sőt, eléggé izgalmas helyzetbe sodortam magunkat, mert ugye nyilván egy fizetésből egy családot eltartani, senkinek nem kell magyaráznom, az nem egyszerű. Na most, és én amikor terhes lettem, akkor én mindenhol fölmondtam. Tehát maradt a párom fizetése. És az messze nem volt arra elegendő, hogy egy bizonyos életformát, amit megszoktunk, meg amiről úgy gondoljuk, hogy nekünk kényelmes, hogy azt fönn tudjuk tartani. Ehhez minimum a kettő fizetése kellett. De egy darabig el voltunk belőle simán, aztán utána elkezdtem szorongani, hogy jó van, de mi lesz később. És abban a pillanatban, hogy ez a gondolat kipattant a fejemből, már ott volt a nyakamban egy csomó munka. Úgyhogy vigyázzék kell a gondolatokkal, mert teremtenek, és akkor már csak szelektálni kellett, hogy ne legyen mert belőle. Ahhoz képest nagyon jól teremtettél, mert ahogy én most kívülállok, én nézem a te életedet, kerek, hiszen színház is van, televízió is, és énekesnőként is működsz. Amikor az én gyerekem megszület, sőt, amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy itt minden rendben lesz, és meg fog születni az én gyerekem, akkor én elkezdtem nagyon-nagyon-nagyon tudatosan irányítani a saját dolgaimat, a saját életemet. Legelsősorban a gyerek miatt, hogy neki jó legyen. Tehát anyja is legyen, de háttere is legyen. Másodszorban a kapcsolatunk miatt, hogy az én párom ne fulladjon meg ennek az egésznek a felelősségétől hirtelen, és kényelmesen tudjunk élni, és harmadsorban magam miatt, mert szükségem volt arra, hogy itt most ne húzzak egy vonalat, hogy eddig voltam én a Szulák Andrea, most meg egy kisgyerekes anyuka vagyok a játszótéről. Tehát azért ez kár lenne egy ilyen úrgesztussal eltapsikolni. És akkor elkezdtem nagyon precízen, pontosan vázolni magam előtt, hogy mi fér bele. A 24 órába, meg a mi hármunk életébe. Nem mondom, hogy ez könnyű, és nem mondom, hogy nem sírtam nagyon sokat, és nem mondom, hogy nem idegeskedtem nagyon sokat, és nem mondom, hogy nem üvöltöztünk egymással nagyon sokat otthon, de megéri a fáradtságot. Ez a fajta, én vízöntő vagyok, aki folyamatosan a harmóniára törekszik, a kiegyenlítettségre törekszik. Én akkor vagyok okay, ha megvan a balansz. Ha van egy kicsi munka, van egy kicsi család, van egy kicsi levegővétel. És ha ez meg tudom oldani, akkor csak hívjatok simán nőerőműnek. Mint ahogy Geszti Péter tette annó. Maradjon a sztársával, hiszen Szulák Andrea itt lesz velünk a következő fél órában is. Hallott majd a Csináljuk a fesztiváltról, illetve arról is, hogy milyen napi örömei, illetve küzdelmei vannak. Ez a Juventus Rádió.